Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok, és mutatom, mit kínálunk a mai Telena magazinban. Lezárult az Összefogás Tolnáért projekt. Egy fohász a földért címmel nyílt kiállítás. Napsütéses időben zajlott a felkészülés az országos bajnokságra. A Szent Háromság szobor története. Hét kedvezményezett tolnai szervezet valósíthatott meg vissza nem térítendő pályázati támogatásból közösségfejlesztő programokat. Az Újra dolgozni Tolnában Egyesület és az AFIR Alapítvány összesen közel 40 millió forintból gazdálkodhatott, így sokszínű, sokakat érdeklő eseménysorozatokat és előadásokat szervezhetett meg a város lakóinak számára. Lezárult az Összefogás Tolnáért projekt, aminek a keretein belül hét kedvezményezett szervezet valósíthatott meg vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból közösségfejlesztő programokat. Az Újra dolgozni Tolnában Egyesület is részesült a pályázati összegből, így ők is számos közösségfejlesztő eseménnyel színesítették a tolnai lakosok életét. Mi 2020. március 1-én elkezdtük ennek a projektnek a megvalósítását. Én a szakmai vezetője voltam, és épp csak felépítettük volna, hogy milyen remek közösségi programok lesznek, amikor rögtön lezártak mindent. Úgyhogy sok energia kellett újra tervezésre is, de végül arról büszkén és boldogan számolhatok be, hogy minden megvalósult. Voltak a tolnai séták, ez egy nagyon közkedvelt program volt. Négy alkalommal szerveztük ezt meg, és általában 50 fő körüli látogatottsága volt egy ilyen sétának. Itt úgymond képzett tárlatvezetőket vontunk be, hívtunk meg, építészeket, Lajtai Zoltánt és Práger Máriát, akik elkalauzoltak Tolna építészeti csodái, illetve helyenként jobb sorsra érdemes területei, helyenként megbecsült területein. Úgy véljük, és ez bizonyítást is nyert, hogy az eredet büszkesége az, hogy jó legyen valahová tartozni, az nagyon sokat tud segíteni az ember önérzetének megtartásában, önértékelésében. Szóval kell ez a származás büszkeség, ehhez meg jótékonyan járult hozzá. A tolnai sétákat lelki séták is követték. Ezeken pszichológus bevonásával a lélektani fejlődésről hallhattak előadást az érdeklődők. Az Egyesület olyan programok szervezésére törekedett, amikkel minél szélesebb körben meg tudja szólítani az embereket. Volt még egy összességében 4 alkalmas élménynapok sorozat. Ez a tolnai nagycsaládosok egyesületével karöltve megvalósított tevékenység volt. Ezen belül volt bicikli és kajak, pontosabban túrakenu, igen, víz, meg mindenféle sportesemények, közös főzés, kirándulás. A következő programsorozat az áldozattá és elkövetővé válás megelőzésére vonatkozott, és kifejezetten a fiatal korosztálynak szólt. Ezzel leginkább az egész fiatal korosztályt céloztuk meg ezekkel a programokkal, mert abban a korban egyrészt kitettebbek az élettapasztalatok hiány is, kitettebbek annak, hogy bármelyik szerepbe belecsúszanak, és mivel még a személyiség rugalmasabb, formálhatóbb, hát mindenképpen erősen indokolt, hogy valami prevenciós dolog történjen velük. Az Újra dolgozni Tolnában Egyesület közel 20 millió forintot nyert el, ebből az összegből tudták megvalósítani azt a programkavalkádot, amikre kivétel nélkül nagy érdeklődés volt. Szintén támogatásba részesült a Zafír Alapítvány, akiknek a tevékenységi köréhez mindig is szorosan kapcsolódott a közösségszervezés. Közösségi erőtér a Tolnai Zafír Alapítványnál, ez volt a pályázat címe, és ténylegesen a közösségben rejlő erőnek a kihasználására, annak a benne
benne lévő személyek fizikai és mentális egészségének a megőrzésére gyakorolt hatására helyeztük a hangsúlyt. Szerettünk volna a város lakói számára olyan programokat megvalósítani, amely itt nem volt jellemző. Szerettünk volna havi rendszerességű klubfoglalkozásokat biztosítani, és negyed évente nagy rendezvényeket, amikor egy szinte egész napos, több eseményt magába foglaló rendezvényt tartottunk. A havi rendezvényeink három részre különíthetők el. A legnagyobb népszerűséget magában rejtő rendezvény az a Nőcik Klub volt. Ez a Zafír Alapítványnak egy a 2000-es évek közepén megvalósított EU-s támogatású projektjében létrehozott női civil információs központnak a rövidítéséből eredeztethető, és ennek a klubnak, hogy a név is mutatja, elsődlegesen a nők a célcsoportja, de szép számmal vettek részt férfiak is a rendezvényeinken, hiszen az előadókat úgy szerettük volna meghívni, és olyan témakörökben kerestünk kifejezetten nagyobb hírrel bíró szakértőket, ami mindenki számára érdekes lehet. A programsorozat első előadója egy időgazdálkodási és hatékonysági szakértő volt, majd egy stílus szakértő tanácsait hallgathatták meg az érdeklődők. A Zafír Alapítvány elsődleges célja az volt, hogy olyan különleges programokat sorakoztasson fel a közönség számára, amikkel nem találkoznak a mindennapok során. Voltak sportrendezvényeink, buborékfoci, fit jump bemutatóval, egészen kicsi gyerekeknek foglalkozás, játszó foglalkozást tartottunk. És akkor emellett a kultúrának egy olyan szeletét is próbáltuk behozni, amely író-olvasó találkozók formájában testesült meg. Minden ilyen eseményünknek a záró momentuma pedig egy koncert volt, és itt is a helyi zenekarokat szerettük volna elsődlegesen népszerűsíteni, és hát azt mondhatom, hogy óriási sikerrel nagyon kedvelték, és nagy létszámmal zajlottak ezek a rendezvényeink. Mindemellett szerettünk volna még olyan képzési lehetőséget is biztosítani, amely egyrészt a stílus tanácsadáshoz kapcsolódott, illetve volt egy Kriston Intin torna tréningünk is, amely két alkalommal került megrendezésre, és volt egy agykontroll gyermekeknek szervezett tréningünk is, amely a 7-10 éves korosztályt célozta meg. A programokat egy jó igényfelmérés alapozta meg, hiszen ez alapján az alapítvány megtudta, hogy mi az, amire fogadóképesség lesz, és ennek ismeretében tudta megszervezni azokat az előadásokat, amik aztán hatalmas élménnyel ajándékozták meg a résztvevőket. Egy fohász a földért címmel nyílt kiállítása Balogh Jenőnek. Az alkotó elmondása szerint már csak nem 40 éve festi a képeit a Föld megmentése, illetve a planetáris tudat gondolat jegyében. Egyetlen olyan élőlény van ezen a bolygón, ami a saját életterét pusztítja, ez nem más, mint az ember. Balogh Jenő festményeivel ennek a romboló tevékenységnek lehetséges következményeit ábrázolja. Az apokaliptikus alkotások felhívják a figyelmet a pusztulásra, illetve arra, hogy óvnunk kell a ránk bízott világot, hogy utódaink is gond nélkül élhessenek benne. Ezúttal a Tolnai Magházban nyílt kiállítása a festőnek, Egy fohász a földért címmel. De azért kell fohászkodni, mert múltkor azt a kiállítás címet adtam, hogy mentsük meg földünket égiekkel. Hát itt már ezen az égiek se tudnak segíteni ezen a földön, mert az emberek annyira tönkretették, hogy már itt szinte nincs mit megvédeni. A Grönlandon 25 ezer milliárd tonna jég olvadt el, mutatták a repülőből a légi felvételeket. Az őserdőkből több tízezer hektárról több erdőt vágnak ki Dél-Amerikába. Az óceánokat úgy szennyezik, hogy tönkreteszik az algákat is, ami a levegő, ami az oxigént adja a légkörnek, és naponta több tízezer repülő megy az égbolton a föld körül, és el lehet képzelni, hogy mennyi üzemanyagot pufogtatnak ki, ami a légkört is befolyásolja. Úgyhogy itt már ezen segíteni nagyon nagy erőkkel lehetne, amire nincs a mai világban lehetőség, hogy ezt visszafordítsák, és így csak már fohászkodni lehet a földért. Az alkotó elmondása szerint már csaknem 40 éve festi a képeit a Föld megmentése, illetve a planetáris tudat gondolat jegyében. Ami azt jelenti,
Vegyék végre az emberek tudomásul, hogy az egy bolygó létezik számukra, itt kellene békében élni és a Föld energiakészletét észszerűen felhasználni. De mivel a népesség egyre szaporodik, a Földnek a lakható, illetve a mezőgazdasági területeinek a egyharmadát már beépítették utakkal, repülőterekkel, lakásokkal, illetve városokkal, így el fog fogyni az a terület, ami az embereknek az élelmiszer szükségletét fedezni tudná, így aztán, hogy mi lesz a jövő, ez már csak elszomorodásra ad lehetőséget az embernek. A képek többnyire a vörös és a kék árnyalataival készülnek. A kék az a léleknek a színe. Merén inkább fejlődik a technika, az emberi lélek annál inkább elsivatagosodik. Ez jellemző az egész világra. Úgyhogy ezen segíteni hát nem lehet, mivel a nemes emberi tulajdonságok azok egyre inkább háttérbe szorulnak és elveszítik jelentőségüket. Azért próbálok festeni vörössel, a vörös az a elkövetkezendő Földnek a színe, amikor minden elpusztul, a lélek az pedig a lélekkel, a jobbra fordulásával, az a felebaráti szeretettel talán még valamit lehet csinálni a Föld érdekében. Mindegyik közel áll hozzá, mindegyik kép a lélek országútja, a Föld születése, a Nagasaki, és amit lehet látni, ez a Sintó templom volt valamikor, a Sintó kapu, és akkor ledobták az atombombát, az a csodával határos módon megmaradt. Úgyhogy minden hónapban áldozatot mutatnak oda be, és 1000 origámit tesznek oda, a többit pedig leveszik onnét. A tövise koronázott, rajta van a tövise koronázott Magyarország is, meg Európa is. Ha a mai politikai helyzetet tekintjük Európa szempontjából, akkor tövise koronázott is pont alkalmas, illetve illendő az Európának a mai megnevezésére, mert semmi se úgy működik, ahogy normális ésszel kellene működnie. De hát a politikusok tudják, ők irányítják a világot. Utána, amikor már ráébrednek, addig már lehet, hogy késő lesz. A tárlat Balogh Jenő édesanyjának képeit is bemutatja. Anyukám vett rá arra, hogy kezdjek el festeni, mivel én rajzolni sose tudtam, de mondta, hogy próbáljam meg, és így jött az a gondolat, hogy akkor tényleg én is kezdjek el festeni. Majd utána gondoltam azt, hogy mit fessek, csendéleteket vagy tájképeket, de mivel aztán jött ez a gondolat, a mentsük meg Földünket gondolat, ezért annak a céljába állítottam a művészetemet egész életem 40 évvel ezelőtt, meg mostanáig. Most rövid reklám következik, majd a Tolnai kajakpályára látogatunk el, ahol közel 300-an álltak rajthoz a hétvégi versenyen. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Dolgozzon velünk a Tolna Tex BT új, korszerű üzemcsarnokában!
Fiatal nőket és férfiakat keresünk szövődei munkára, textilipari gépkezelő munkakörbe. Változatos, könnyen megtanulható, könnyű fizikai munka, 3 műszakos munkarendben, 6 plusz 2 napos beosztással. Versenyképes munkabéren és műszakpótlékon túl negyedéves bónuszt, valamint évvégi jutalmat adunk. Jelentkezzen! Küldje el önéletrajzát az elérhetőségeinkre. 7130, Tolna, Bezerédi Pál tér 1. 0674 540 236. munka@tolnatext.hu. A Tolnai Kajakkenu Sport Egyesület megrendezte hagyományosnak mondható versenyét, melyen a régió csapatai mellett Bezdán legjobbjai is részt vettek. Több mint 300-an szálltak hajóba, hogy elnyerjék a legjobbnak járó elismerést. Az időjárás is kegyes volt a versenyzőkhöz, így az esemény tökéletes főpróbája volt a soron következő megmérettetésnek, az országos bajnokságnak. A Tolnai Holtágon rendeztek kajakkenu versenyt, amin több, mint 300 versenyző képviseltette magát 10 egyesület színeiben. A legkisebbek egy ügyességi pályán tesztelhették tudásukat, míg a nagyobbak számára a 2000 és az 5000 méteres távok közül lehetett választani. A megmérettetésre a környező településeken kívül külföldről is érkeztek versenyzők. Barina Bence elmesélte, hogy a meleg időjárás ellenére is nagyon élvezte a versenyeket, és elégedett az elért helyezésekkel. Holnán voltunk Marmarosi kupán, és 2000 métert mentek az U10-esek, és úgy az U11-esek is. 5000 és 2000 méter távok voltak, K és MK, és volt, hogy az U8-U9-nek előkészítő volt, és ilyen rövid előkészítő pályán vettek részt. Én egyet nyertem, és egyszer voltam második, párosban voltunk másodikak a barátommal, és egyesben voltam én első, barátom pedig másik, de U11-es. Ja, meg volt vegyes páros is. Egy olyan 20 méter páros. Megyek, javán. Barina Szívi Orsolya elmondta, a sportnak nem csak a szervezetre van jótékony hatása, hanem a közösséghez tartozás érzése is sokat jelent a gyermekek számára. Hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy újra Tolnán rendezhetjük ezt a kajakkenu versenyt. Több 10 évig hagyománya volt annak, hogy a Tolnai Holtágon gyűlik össze a kajakkenu világ aprója nagyja. Ez az idei évben, hála Istennek, a vízminőségének és a hinármentesítésnek újra megadatott számunkra, hogy itt lássuk. Több mint 10 egyesület, több mint 300 versenyzője vesz részt ezen a regionális versenyen, amelyet gyakorlatilag a Magyar Kajakkenu Szövetséggel együtt és Mármarosi Zsolt támogatásának köszönhetően valósíthatunk meg. A gyermekek számára 2000 és 5000 méterre teljesítendő versenytáv, ezt ugye attól függően egyes, páros vagy négyes hajóegységben teljesítik, és hát elsősorban ugye a régióból érkeztek hozzánk legközelebbről ugye a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület, de vannak itt Bajáról, Nagykanizsáról, Paksról, Dunaföldváról is csapatok, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az idő is kegyeinkbe fogadott mindannyiunkat, és egy nagyszerű hangulatban bonyolíthatjuk ezt a versenyt. Mi ez akkor? Gyerek a gól! Gyerek a gól! Nyomjad! Nyomjad a gól! Hát ez egy nagyon izgalmas dolog, ugye általában örülünk, amikor már a legkisebbeket is ugye hajóba tudjuk ültetni, olyan 8-9 éves kor az, amikor a kajakkenu igazán egy elkezdhető, amikor már a gyermekeknek egy vízbiztonsága is van. Ebben a korcsoportban még ügyességi pályát teljesítenek a gyerekek, és onnantól kezdve 9-10 éves kortól egészen ugye a mai versenyszám 18 éves korig a serdülő korosztályig bezárólag kajakban és kenuban fogadjuk a versenyzőket. Hát éremdíjazásban feltétlenül, ugye 16 éves korosztályig bezárólag az 1-6 helyezett kap éremdíjazást. Hozzátette, nagyon örül, hogy egyre több gyermek választja sportágnak a kajakkenut. Én bízom benne, hogy remek felvételek is készülnek erről a mai versenyről. Azt hiszem, hogy már a képek is önmagáért beszélnek, de azért azt tudom elmondani, hogy amennyiben a természet szeretete, a víz szeretete összekötődik a mozgás szeretetével, és valahogy az ember ugye kicsit hagyja, hogy átjárja az életérzés, ami a vízen történik, biztonságosan úszik
már a gyermek, akkor azt gondolom, hogy a legjobb kezekbe kerülhet, hogyha a kajakkenut választja sportágának. És nagyon bízom benne, hogy nem csak most, hanem a következő években is lesz arra lehetőségünk, hogy vendégül lássuk a kajaknak, nem csak a régiós képviselőit, hanem akár országos versenyeket is tudjunk, nemzetközi versenyeket is tudjunk lebonyolítani. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ehhez ne csak a létesítmény és az infrastruktúrális háttér legyen megfelelő, hanem a víz minősége is segítse ezt. Sokan a sportágon belül küzdünk azzal a problémával, hogy nagyon alacsony a vízállás. Ez köszönhető ugye nem csak a helyi adottságoknak, hanem nyilvánvalóan a csapadékmentes, extrém csapadékmentes időszaknak, ami másoknak is kihívást hoz. Szeretném, hogyha a közeljövőben és a távoli jövőben is lenne elég erőnk és energiánk ahhoz. Mind a víz, mind az egyesület, és hát leginkább mind a felnövekvő generáció nyitott legyen, szeresse ezt a sportágat, élvezze a vizet, és leginkább egészségben tudja eltölteni a gyermek és a felnőtt éveket is. A Tolnai Kajakkenu Sport Egyesület évente egyetlen egy versenyt szervez, idei verseny naptárban ez a mostani. Ami a gyermekek számára viszont egy nagyon meghatározó, az országos bajnokság a következő hétvégén Győrben kerül lebonyolításra, akkor már kilépünk a régió keretein belül, országos szintű megmérettetés vár a gyermekekre, és bízunk benne, hogy Tolnán legközelebb jövő évben fogunk tudni újra vendégül látni kajakos gyermekeket. A résztvevők számára ez a megmérettetés tökéletes felkészülés volt a következő nagy versenyre, az országos maratonbajnokságra. A Tolnai Szentháromság szobor az 1950-es évekig a hitélet egyik fontos centruma volt, hiszen a templomból induló körmenetek egyik állomásának számított. Ezután az országban betiltották a kültéri körmenetet, így megmaradt a szobor a város egyik jelképének. A Szentháromság történetéről és részleteiről Link Judit, a Városvédő Egyesület elnöke mesél a következőkben. Az oszlopos alkotás klasszicizáló késői barokk trop stílusú. 1823-ban állították, és a magyar nyelvű felirat szerint 1882-ben újították föl. A Tolnai Szentháromság szobor előtt állunk, amit a 1823-ban építettek. A 17.-18. században az Európa lakosságát a járványok pestis kolera sújtottak. Ezért a városi lakosság elkezdett Szentháromság szobrokat építeni a járványok elleni védekezésként. Tolnán is így tettek, 1823-ban épült fel ez a szobor. Benne rajta járványok, betegségek elleni védőszentekkel. Szentháromság szobor talapzatán Gáspár János látható az oltárnál, aki ennek a Szentháromság szobornak a létrehozója volt, plébános volt, és az ő segedelmével épült ez a Szentháromság szobor. Rajta latin felirat következőkkel, Jámbor hódolattal a város lakóitól. Állítatott Gáspár János felügyelete alatt 1823-ban. A pillérnek további domborművei vannak. Szent György, a városvédő Szent György, a keleti mezőben Xaveri Szent Ferenc, jezsuita szent, aki furcsa módon került ide, mert bár a missziós rendnek a szentje, tehát a missziók rendje, itt mégis érdekes módon a pestis elleni védőszentként jelenik meg. A déli mezőben Szent Kristóf, az utazók és a hajósok védőszentjének a domborműve található. Pillérzet tetején széles párkányzat fut végig, és ebből emelkedik ki az obeliszk, és ezeken is nem dombormű, hanem már szobrok találhatók. Ezek is nagyon-nagyon érdekes szobrok, a svábság kedvelt szentjei, például Szent Sebestyén, aki a pestis és betegség elhárító szent, a Szent Vendel, aki viszont az állatok patrónusa és az állatbetegségek elleni szentként szerepel itt, Szent Donát és Passaui Szent Valentin. Szent Donát a villámcsapások elleni és jégkár elhárító szent, ami azért érdekes, mert Tolnát nagyon-nagyon sokszor érte ebben az időben, 17.-18. században villámcsapás, ki tudja miért,
rengeteg tűzeset következett be a villámcsapás miatt. A Passau Szent Valentin is nagyon-nagyon érdekes szent. Az egyetlen olyan szent, amit az egyház elfogadott szentként, bár szenté soha nem avatták, Passau Szent Valentin. Ő is a svábság védőszentje, és ő az idegbetegség, epilepszia és mindenféle ilyen nyavajakor védőszentje. És hát az, hogy valójában miért került ide, ezt nem tudjuk. Minden esetre az egyház engedélyezte, és a Vatikán engedélyezte, hogy ezen a Szentháromság szobron szerepeljen az ő szobra. Az obeliszket virágfüzéres párkányzat taglalja, és a tetején a Szentháromság szobor csoportja. A Szentháromság szobrot sváb elnevezéssel Heilig Dreifalknak nevezik, és ez 1950-ig nem csak egy szép szobor volt, hanem a tolnai hitéletnek egy fontos állomása. Kétszer újították föl ezt a Szentháromság szobrot Tolnán. 1882-ben egy tolnai nagykereskedő segítségével ő finanszírozta, és 1982-ben az akkori városvezetés újítatta fel a szobrot. A Szentháromság szobor a 17. század óta állít emléket a tolnai emberek megpróbáltatásainak és Istenbe vetett hitének egyben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!